Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az evangélium azzal fejeződött be, hogy minden honnét özönlöttek Jézushoz az emberek. Szinte a csodák után mindig ugyanez történt. Még csittítani is kellett az embereket, hogy ezt ne nagyon híreszteljétek. De ők keresték Jézust. De elgondolkodható az, hogy úgy önmaguktól, mint a gazdag ifjú, hogy fölkereste Jézust, és azt mondja neki, Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az üdvösségre? Vagy egy öreg Nikodémus, aki félve elment Jézushoz, és beszélgetett vele, Jézus megújulásról szólt, és akkor megkérdezte az öreg, hogy hát hogy kellene nekem lélekben megújulnom? Erre alig találunk példát az evangéliumokban. Talán azért is, mert hallhatták Jézusnak korábban elhangzott kemény szavait, hogy ő a keskeny utat ajánlja, sőt, aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és úgy kövessen engem, mert nem akarta azt, hogy az a közösség, amely az ő nevében megalakul, azt az érdek és a hasznosság vezérelje. Akkor nagyon rövid időn belül egy önző társaság lett volna mindig az egyház. Szent Pál valami ilyesmit mondott a korintusi hívekhez írt levelében, amelynek részletét most hallhattuk. Nem azt keresem, ami nekem jó, ami hasznos, hanem ami másoknak, hogy üdvözüljenek. Ugyanis Szent Pál elmondhatta bátran magáról azt, hogy legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. A legjobb pedagógiát alkalmazta, mert gondolhatjuk azt, hogy az üdvösség dolgában önmagát nem akarja becsapni. Sőt, a legjobb pedagógia úgy is, hogy példát adott. A szavak elszállnak, a példák vonzanak, mondja a latin közmondás. És ma is ez az első alapelve szinte a nevelésnek, hogy a tanító, oktató mutasson jó példát, járjon elő jó példával, mert különben semmivé válik a tanítása. Szent Pál apostol végigjárta a Krisztus követésnek az útját, kezdve onnét, hogy üldözőből Krisztus megjelenésekor megkérdezi, ki vagy te, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A Pál fordulását aztán egész életén keresztül Krisztushoz igazította. Elmondta azt, hogy ő fut Jézus után, követi őt, és nem mintha már elérte volna, olyan tökéletes volna, mint Jézus Krisztus, de elfelejti, ami mögötte van, a múltja bűnösségét, amivel le akart számolni, és le is számolt. És az öreg Szent Pál elmondta élete végén azt, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ez a Krisztus követés
a mindenkori keresztényeknek a fő feladata, hiszen kereszténynek lenni annyit jelent, mint krisztusi embernek lenni. Valahogy azt érezzük és azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy úgy ellanyhultunk, mi magunk is esetleg, de a körülöttünk élő úgynevezett keresztény világ. De ez nem egészen most kezdődött. Dietrich Bonhoeffer, a mártír evangélikus lelkész, aki szembeszállt Hitler hatalmával, ki is végezték, az elfogatása és börtönbe jutatása előtt írt egy teológiai művet, aminek az volt a címe, hogy Követés, Krisztus követése. És megállapította azt, hogy nem elég a olcsó kegyelem, a hit, evangélikus lelkész volt, tehát az evangélikus teológia alapján szól a Fidesz, egyedül a hit, szól a grácia, egyedül a kegyelem, hogy szinte semmit sem kell tennünk, hanem ellenkezőleg, keményen, mondja ő, életvitelünkkel mutassuk meg, hogy Krisztus követők vagyunk. De ezt nem tudjuk megtenni egyedül. Itt is, mintha korrigálná az eredeti protestáns tanítást, hogy én és az Isten, hogy hogyan üdvözülhetek én, ki vált meg engemet. Nyilván nagyon fontos, de én ezt csak az egyház közösségében tudom megtenni. Ezt mindig vallottuk, hogy az egyház közössége előképe a szentek közösségének. Jézus nem egyszemélyű vallást alapított, hanem ha más nem kisded nyájat, hogy nekünk ebben a közösségben kell megélni a Krisztus követést, hiszen az adta át az idők folyamán. És ezért az a felszólítás, amit Szent Pál mondott, hogy legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok, ez ma is alapvető fontosságú a keresztény élet formában. És ő ezt ki is dolgozta, Szent Pál. Ha leveleiből összeállítjuk a képet, akkor azt lehet megállapítani, hogy nekünk arra a lelkületre, arra az érzületre kell törekednünk, ami Jézus Krisztusban volt. Írja is híres Filippiekhez szóló Krisztus himnuszában, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ugyanaz az érzület, mint Jézus Krisztusban volt. És utána jön az a, talán az ősegyháztól átvett himnusz, hogy Jézus Krisztus nem tartotta az atyával való egyenlőséget olyannak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, egészen a kereszt halálig. És ezért Isten fölmagasztalta őt, olyan nevet adott neki, amely névre meg kell hajolnia mindennek, térdet kell hajtani előtte, és ez nem más, mint az Isten neve, aki van. Hogy ez a lelkület legyen bennünk, mert a Krisztus követés ezt jelenti a mindenkorok keresztényei számára, hogy így legyen. Mert nem szó szerintiséget, hanem annak a belső megvalósítását, amit Jézus élt. És ahogy Szent Pál ezt tagolja, és azt mondja, hogy hát forduljunk szembe a bűnökkel, halljunk meg a bűn számára, hogy a keresztség is végül is alámerülésével, hogy elhagyjuk a régi életet, föltámadunk az újra,
ezt fejezte ki az ősegyházban. Szent Pál mondja, hogy felejtem, ami mögöttem van. Hogy bűnös életét oda tette az Isten elé bűnbánattal, és leszámolt vele. És aztán ő maga volt az, aki megkérdezte, hogy Uram, mit akarsz tőlem, hogy cselekedjem? Mi az Isten akarata? Az Isten akarata nem az, hogyha valami baj ér bennünket, akkor azt mondjuk, hát legyen meg az Isten akarata, hogy itt van a pandémia. Ezt Isten csak megengedi. Isten akarata az, hogy üdvözüljünk. Hogy abból a szempontból rám nézve, mi az Isten akarata? Azt nekem kell kikutatni, hogy milyen talentumaim vannak, mire hívott az Isten, hogy kell azt megvalósítani, és itt kell kérni a Szent Lelket is, hogy mit tegyek. És utána azt mondja Szent Pál, hogy építeni kell az Isten országát, a jézusi tanítás lényegét. Elmondja a korintusiaknak, hogy hát én olyan vagyok, mint egy építőmester, aki megveti az alapot, de ez az alap nem más, mint Jézus Krisztus. Erre aztán építsen más is a történelem folyamán, mert mindannyian egy épületet teszünk ki, hogy Isten épülete legyünk. Ez legyen aztán a harmadik lépés az emberi életünkben. Középkorban volt egy szerzetes bizonyos Kempis Tamás, ki megírt a nagy hírű lelkiségi könyvét, az Imitáció Krisztit. Pázmány Péter fordította le klasszikus magyarsággal, Krisztus követése. Egy kis könyv. A katonasághoz először az jutott el hozzám, és be tudtam tenni a zubbon zsebbe, még le is kellett belőle vágni, mert nem fért. Olajos volt már a harckocsiba, de mindig olvasgattam, mert ma is haszonnal forgatható, holott 500 éve írták. Pontokba szedve mond el dolgokat, hogy mire törekedjünk. A mai időkben annyi minden ér bennünket, annyi benyomás, annyi gond, a világ színes forgataga, a médiák támadása. Nagyon nehéz egyértelműen megtalálni, hogy mi a mi feladatunk, mit kell tennünk a mába. És hozzáveszem azt, hogy egyre fokozódó ellenséges támadások tüzében vagyunk mi keresztények. Hát hallhattuk az egyik politikus évértékelő beszédjét, amiben ő akarja nekünk megszabni a programot. Hogy nehogy aztán a lengyel példát kövessük, mert embertelenné, sőt így mondta, istentelenné válunk, hogyha az abortusznak ellenállunk. Értjük ezt az ördögi gondolkodást, ezt a káromlást. Hát az erkölcsnek legalapvetőbb sarkpontja az élet védelme. Ahogy a lélegeztető gépen a covidos beteget nem lehet megölni, még ha az orvos tudja is, hogy nem sok ideje van hátra, mégse teheti meg, hogy egy injekcióval kioltsa az életét. Ugyanúgy semmilyen magzat életét nem lehet kioltani, a beteg emberét sem. Mi nem vagyunk az élet urai, egyedül az Isten az. És ilyen elhangzik, és elképzelhetjük, hogyha ilyen hatalom uralomra jut, mivé válik az országunk. Nehéz kereszténynek lenni a mai időkben, de Szent Pál szava nem volt hiába való. Mindig voltak emberek,
akik követték őt. És a legfőbb szempont a földön az élet, odát az üdvösség, az a minősített élet. Ezért mondja Szent Pál a korintusiaknak, hogy nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami nekik, hogy üdvözüljenek. Suprema lex salus animarum, a legfőbb törvény az üdvösség, az élet, hogy oda eljussunk. És minden keresztény megkapja azt a kegyelmet, hogy egy nehéz helyzetben meg tudja állapítani azt, hogy ez az üdvösség szempontjából mit jelent. Fontos-e az üdvösség szempontjából, vagy sem? Vagy esetleg káros? Hát itt az az iránytű, ami eligazít bennünket a Krisztus követésében. Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. Ez a szó nem volt pusztába kiáltott. Eltelt 2000 esztendő. Mindig voltak, akik fölvették a stafétabotot, és továbbadták, hogy ma is legyenek keresztények. És most rajtunk a sor. Amen. Hiszek,